Köszöntöm a fehérvári beszélgetések, valamennyi nézőit itt az ünnepi időszakban sem maradunk sportos téma nélkül, meg sportos eredmények nélkül, hiszen a december az rendezvényekben és eredményekben is gazdag volt a Varkos György Box Club tekintetében. Stúdiónkban köszönhetem Túrós Arnoldot, valamint Lénárt Pétert, a klubnak a versenyzőjét. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen. Decemberben történt még, hogy az OB-n egy nagyon szép eredményt ért el a versenyzőtök. Mit kell tudni erről a bajnokságról? Hát ez magyar bajnokság, ugye a év végére van téve. Ez a legrangosabb magyar verseny. Én egyébként a minden vertet még az olimpia elé is helyezem, hogy valaki a saját nemzetének a bajnoka legyen, az a legfontosabb szerintem számomra. Eleve már csak azért, mert hogy onnan tud válogatottságot elérni és kijutni különböző olimpiára, EB-re, VB-re vagy más nemzetközi versenyekre. Tehát én a legfontosabbnak a saját nemzetének a bajnokának lennie valakinek. Tehát úgy gondolom, hogy mindenki erre készül, erre a versenyre csinálja a 100%-os formába hozását, meg mindent. Milyen eredményt ért el Péter? Hát Péter második helyezett lett, sajnos egy fejelés következtében nagyon-nagyon lerepett a szemöldöke, nagyon sok, mert ilyenkor még tovább szokták engedni, hogyha csak egy kisebb lehet kezelni vazelinnel, vérzéssalapítóval, de sajnos neki egy ilyen 3-4 centis vágás keletkezett a szemöldökén, és nagyon-nagyon folyt belőle a vér, úgyhogy leállították a mérkőzést, lepontozták, és megosztott pontozással az ellenfelét látták jobbnak. Ami szerintem visszanéztem többször a meccset, én Petinek adtam volna, de nyilvánvaló elfogult is vagyok. Hát sajnos így alakult, de ez is nagyon nagy eredmény a Peti részéről, mert én álmomban sem mertem volna gondolni még évelején, hogy ez lesz. Hogyan érted meg ezt a szituációt? Hát én igazából minden nap alig vártam már, hogy az aznapi ellenfelemmel megküzdjek. Én nagyon örültem neki, hogy boxolhatok. Nem is akartam foglalkozni az eredménnyel, csak azzal, hogy boxoljak, rutint szerezzek. Mióta versenyzel itt az Egyesületnél, illetve mióta dolgoztok együtt, hiszen ha jól tudom, akkor te vagy Péternek az edzője. Igen. Én 2013. decemberében kezdtem el. Akkor még 130 kiló voltam, és fokozatosan le is fogytam. És mai napig együtt dolgozunk igazából, azóta az Arnolddal dolgozok együtt. Most már szerencsére mind a mellett, hogy egy nagyon-nagyon jó versenyző, profi munka, profi hozzáállás a versenyzéshez, mind a mellett már egy ideje az edzősködésbe is segít nekem a gyerekeknél, és elment most már egy edzőiskolába is. Mind a mellett, ezt mindig elmondom, hogy az Óbudai Egyetemre nappali tagozatra jár. Informatikus asszisztens szakra járok. Igen, tehát, hogy egy tök intelligens, okos gyerek, és mindemellett marad ideje az edzősködésre, az edzésre, és még arra, hogy ezt a szakirányú végzettségét is megszerezze. Ugye említetted, hogy évelején nem gondoltad volna, hogy ilyen szép eredményt értek el. Hogyan néz ki egy ilyen nagy magyar bajnokságra való felkészülés, hogyan épül fel? Egy kicsit a kulisszatitkokba hadd tekintsünk be, akár az edző, akár a sportoló szemszögéből. Hát ugye a Peti elég későn is kezdett boxolni. Nem is magával a versenyzéssel kellett foglalkozni, hanem azzal, hogy erős legyen, önbizalma legyen, szerette a boxot, tehát versenyekre, azért ilyen nagyobb versenyekre elmentünk. De az elején azért sokszor kikapott a Peti, meg ki is vettem, tehát ahogy elkezdődött a meccs, és láttam, hogy az ellenfel erősebb, érettebb, dobtam is a törölközőt, vettem is ki, tehát nem hagytam, hogy nagy csatákból belekeveredjem, mert én nehéz súly, az később érik, fizikálisan is Peti nem egy erős, nem egy ilyen vadállat. Tehát nem egy felnőtt férfi ember, és többször föl is adtam a mérkőzést, vagy be se engedtem a ringbe, mert ő egy nagyon értelmes, nagyon intelligens, és az öcsi bácsi, a Szántó Imre, nem tudom, hogy így a nézők, vagy hogy te ismered-e a Kokónak az edzője. Beszéltem tegnap vele telefonon, és ki is emelte, hogy a Peti mennyire intelligens boxot tudott csinálni, és hogy mennyire értékes egy ember, hogy nagyon jó a mozgása, nagyon-nagyon jól tudta végig gondolni, bátor,
tehát olyan adottságai vannak az ökölhíváshoz, ami hosszú távon nagyon jó, el lehet rontani most, mivel fizikálisan még, meg agyban sem annyira érett, hogy egy nehéz, vagy szuper nehéz súlyú mezőnybe vitézkedjen. Tehát nagyon vigyázni kell még neki most a pályájára, a karrierjére, de hosszú távon úgy gondolom, és az öcsi bácsi ebben megerősített tegnap, hogy nagyon nagy reményeket lehet fűzni a Petinek a sikerességéhez. Te versenyzői szemmel hogyan érted meg ezt a felkészülést, vagy mi az, ami motivált, vagy egyáltalán, amikor belépsz a ringbe, akkor mi az, ami eszedbe jut, amit említett ugye az Arnold is, ez az intelligens boxolás, hogy hogyan épített fel a taktikát. Nyilván ebben az edzőt segít, de hát vannak hozzá saját gondolataid is, gondolom. Hát igazából tudnélik, én nem vagyok erős gyerek, és azért nem bírom annyira a pofonokat, és nem szeretek bántani embereket, de törekszek arra, hogy a ringben akarjak bántani embereket, mert ugye muszáj. És egy ilyen kigondolt, lassú, nyugodt, higgadt stratégia mentén boxolsz akkor, mondhatjuk ezt? Igen, pontosan. És hát igazából a nagyobb, erősebb ellenfeleimmel szemben elsődleges cél volt az, hogy ne tudjanak leütni, ne tudjanak annyira eltalálni. És azért inkább a védekezésre is mentünk rá. És nem is arra, hogy ott maradjunk feszes boxba, hogy levédekezgessük, hanem inkább olyan védekezés, hogy lábon és hajlással. Tehát, hogy ne legyen testi kontakt, hogy ne érezzék a Peti fölött a testerőt. De egyébként visszatérve erre az erőre, hogy most már én úgy láttam, hogy nagyon-nagyon, most már bírja az ütést is, most már bírja a dulakodást is, tehát most már fejben is felnőtt. Ezen a magyar bajnokság, ezen a 4 napon szerintem utolérte a korát, meg a súlyát, meg a mindent. Tehát, hogy olyan erős volt mentálisan, hát az a fejelés, amit kapott, attól kérdeztem is, hogy meg voltál ütve tőle? Észre se vette. Tehát, hogy annyira megerősödött szellemileg, magabiztosság, meg úgy minden összeállt nála, hogy most már fizikálisan is lényegesen erősebb, mint eddig, amilyen volt. Ez mondjuk, ez a magabiztosság, ez mondjuk a mindennapjaidban is meglátszik? Tehát mi az, ami mondjuk a sportnak köszönhetően megváltozott az életedben? Hát a határozottságom az mindenképpen. Máshogy állok oda a dolgokhoz, sokkal kitartóbb is lettem ezáltal. Meg próbálok mindent megoldani. Tehát, hogy nincs olyan probléma, amit nagyon nagy akadálynak látnék. Ugye az Arnold is így látja ezt a dolgot, tehát, hogy nincsenek problémák, hanem megoldandó akadályok, feladatok. És már én is így látom igazából ezeket, és próbálom őket megoldani. Persze vannak, hogy mondják ezt, hullámvölgyek, amikor azért nehezebben viselem, de azért ezeken is túlesek, és ugyanúgy tudok haladni tovább mindenben az életben. Egymásból tök sok erőt merítünk egyébként, tehát hogy Peti belőlem, én a Petiből, együtt a gyerekekből, mert nagyon sokat tanulunk egyébként a kicsiktől is, vagy a más versenyzőktől is. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen közösségbe oda-vissza kapunk egymástól, tudunk ellesni dolgokat, tanulunk egymástól. Azért jó az, hogy minél erősebb, minél kötöttebb egy ilyen közösség, mert nagyon sokat tanulunk és nagyon sokat fejlődünk egymást nézve egymástól. Ugye azt említetted, hogy gyakorlatilag egy ilyen felkészülés az már az év elején kvázi elindul, de nyilván magára az utolsó etapra gondolom én, hogy nagyobb figyelmet kell szentelni. Hogy néz ki itt mondjuk a 4 napos bajnokság előtti utolsó időszak, hogy néz ki itt a felkészülés? Hát ez sok mindentől függ egyébként. Van egy terv, így az utolsó 8-10 hétre. De hát ugye a tervek azért vannak, hogy legyen mind változtatni, mert attól függ, hogy milyen állapotban van, attól függ, hogy esetleg valamilyen sérülés beesik-e a felkészülés közben, attól függ, hogy alakulnak a kesztyűpartnerek, a versenyek, az ilyen felkészülési versenyek, mert van, hogy elmegyünk egy versenyre, nem lesz ellenfél, vagy mondjuk kiüti rögtön az első menetbe, akkor nem tudja úgy magát a boxot. Tehát, hogy folyamatosan változnak ezek a dolgok, de a Petivel kapcsolatban én tehát már év elejétől erre készültünk, és nem is arra készültünk, hogy ez az eredmény összejöjjön. Álmomban sem mertem volna gondolni, szállást sem foglaltunk. Fölmentünk, hogy leboxoljuk, ha nyersz, akkor majd kerítünk egy szállást, alszunk,
másnap, vagy hazajövünk akár. Tehát így is mentünk föl, hogy semmi elvárás nem volt, hogy most nyerjen vagy valami, hanem az volt a lényeg, hogy tapasztalatot szerezzünk. Hogyha esetleg kikapott volna, ugyanúgy mentünk volna másnap, hogy kesztyűzzön egy másik kikapott emberrel, hogy szerezzük a tapasztalatot, mert ezt megosztottam a Petivel is, hogy nekem a tervem az a következő 9 évre vonatkozik. Tehát nem az, hogy most ezen a magyar bajnokságon mit érünk el, hanem a következő 9, tehát hogy 30 éves korára, amikor egy felnőtt nehézsúlyú boxoló igazából igazi erejében van, akkor legyen az, hogy egy olyan állomáson legyünk, amit én elképzelek, és az elképzelésem van, hogy ilyen 25-26 éves koráig amatőr boxoló, abba ugye belefér esetleg a 2020-as olimpia, álmodni sem mertem volna róla, de többen mondták nekem, hogy a Peti képes erre, meg a Peti van olyan jó, van olyan intelligens, hogy ezeket a dolgokat megcsinálja. És ugye láttuk is ezen a magyar bajnokságon. A döntőben lévő ellenfele is teljes meglepődve, hogy a Peti milyen erős, milyen robbanékony, nem tudott vele mit csinálni, ezért el is kezdte fejelni. Már az első menetben többször láttam, hogy kapaszkodásnál odafejelt a srác. Tehát, hogy ő is érzékelte ezt. És igazából most ez a 2020, ez egy nagyon-nagyon merész álom, de hát igazából álmodni kell, mert akkor tudunk előrelépni. A második, hogyha netalántán ilyen válogatottság közelbe kerülne, akkor maradna 24-ig az amatőr boxba, és utána szeretném, hogy elmenjen nehézsúlyú profi boxolónak. Ugye, hogyha ilyen 25-26 évesen elmegy profinak, akkor évente egy 5-6-7 mérkőzést lehet vívni profiba. 30 éves korára pont eléri azt a szintet, ez a 15-20 mérkőzés közötti mérkőzésszám, hogy már világbajnoki címmérkőzésre is alkalmas lehet. Ez az én tervem, Petivel megosztottam, Petinek is nagyon tetszik, neked is tartja tetszik magát. És úgy gondolom, hogy ilyen hosszú távú tervvel kell nekivágni valaminek. Lehet, hogy nem jön össze, de hogyha nem tervezünk ennyire előre, hogyha véletlenül összejön, ugyanúgy mondom, most ez a magyar bajnokság, első nap nyertünk. Mit csináljunk, Peti, hazamenjünk vagy maradjunk? Hát menjünk haza, mondom, inkább maradjunk, mert nagy a dugó. Másnap egy nagyon erős ellenfele volt, tehát az elődöntőbe kerülésére egy nagyon-nagyon erős ellenfele volt. Egy igazi 25-6 éves felnőtt férfi ember, nagy izmokkal, nagy rutinnal, már második volt országos bajnokságon, őtől nagyon féltem. Szállást nem foglaltunk, Peti boxol, papapam, nyer. Megint mit csináljunk? Maradjunk, vagy menjünk? Maradjunk ki. És akkor tehát a döntőbe kerülésért megboxolt egy volt válogatott versenyzővel, akivel már sparingolt egyébként, akkor úgy ki is kapott, de tudtam, hogy meg tudja verni a Peti. És akkor puff, megint nyert. Na, akkor megint maradunk, most már mindenképpen maradunk. És így lett ez a magyar bajnokság, de úgy gondolom, hogy azért egy hosszú távú terv az mindenképpen. És a Petire lehet is építeni, tehát ő egy stabil, tartja a megbeszéltekhez magát, és borzasztó motivált. Nyilván ez is hozzájárul, mondjuk egy ilyen eredmény is hozzájárul ahhoz, hogy még motiváltabb legyél, vagy ez a motiváltság magasabb szintre lépjen, nem? Természetesen, főleg, hogy érzem igazából annak az eredményét, amiket eddig már megtettünk, és hogy hallom, hogy még azért van előttem út, amerre mehetek. Tehát van bennem még valami, amit ki lehet hozni. Ennyire tudatosság kell egyébként, ahogy most itt említetted, hogy elég komplex terv van már a fejedben azzal kapcsolatban, hogy honnan, hova szeretnétek jutni. A box az ennyire tudatosságra épülő sportág? Hát szerintem minden sport tudatosságra épül. Ugye pont a Peti az élő példája annak, hogy minden nem várt hirtelen jött sikert, komoly munka előz meg. A Peti pont ennek az élő példája. Ráadásul én sem vártam ezt a sikert. Én, hogyha egy meccset nyert volna a magyaron úgy, mint tavaly, tökörültem volna, és utána úgy kapjon ki, hogy nem lesz baja. De így, hogy semmi baja nem lett, és sem a lelke, sem a teste nem sérült, sőt, egy óriási löketet adott neki, így nagyon jó volt ez az egész. Hogyan tovább? Mikor lesz a következő mérkőzés, mi a terv, vagy az ünnepek alatt egy kicsit ti is pihentek, hogy szokott ez ilyenkor kinézni? Hát igazából szokták kérdezni az edzők, hogy mikor van nálunk leállás, és én mondtam, hogy nálunk nincs leállás. Tehát, hogyha valaki le akar állni, mert pihenni akar, akkor ő leáll,
De ugye a sport nálunk legalábbis arról hát szól, hogy... a szinten tartás, az folyamatos. Nem csak a szinten, hát szeretjük ezt a sportot, szeretünk együtt lenni, szeretünk edzésen lenni, beszélgetni, megbeszélni, hogy hétvégén kickboxoltak a nagy világba, milyen volt a magyar bajnokság. Tehát szeretünk együtt lenni, szeretünk az edzésen lenni, szeretünk edzeni. Én nem szeretek egyébként edzeni, de az edzést tartani nagyon szeretem, amikor csak nézem az órát és kitalálom a feladatokat. Én ezt szeretem. De hogy nagyon szeretek ott lenni, én teljesen ki is kapcsolok, amikor tehát délután 3-tól este 7-ig én egy ilyen más dimenzióban vagyok, egy ilyen boldogság szigetén tartózkodok ilyenkor. És hát miért álljunk le azzal, amit szeretünk csinálni? Tehát hogyha ha muszájból csinálná a Peti fizetésért, vagy bármiért, akkor nyilvánvaló kell a leállás, hogy megpihenjen. De nekünk, legalábbis számomra és a versenyzőim nagy részének is, ez a kikapcsolódás, ez a pihenés. Hétvégén megyünk versenyre, most hétvégén egyébként megyünk versenyre, de idén ez lesz az utolsó verseny a Serdülőkkel, meg az Olá Ivánnal, mert ő már ifi. Felnőtt az Ivona. Nem, még ifi. Még idén utolsó éves ifi. Jövőre már ő is szeretne elmenni profiba, mert ő ezt amatőr vonalat annyira nem kedveli. De igen, azt akartam kihozni belőle, hogy nálunk nincs nagyon leállás. Csináljuk, edzünk. Hogyha valaki fáradtnak érzi magát, akkor szól, megbeszéljük, hogy mennyit pihenjen, vagy hogy hát, hogy legyen. Mondjuk nem tudom, vizsgaidőszak például az iskolában. Az így hogy hát de a szellemi fáradtságot pont a fizikai fáradtsággal tudja kioltani. Ez így van. Viszont időt azt így nehéz szakítani, kicsit kevesebbet kell aludnom, hogy tudjak tanulni, de meg lehet csinálni. Szóval akkor ünnepek alatt sincs leállás, hanem sportban és mozgás. Igen, ünnepek. Hát ezt tart fitten, szerintem legalábbis. Tehát most, hogy mi a pihenés, hogy otthon vagyunk? Vagy, hát, hogy szerintem ez, hogy edzésen lehetünk, vagy elmegyünk versenyre. Például most az egyik srác, a Balogh Bálint, ő is egy nagyon-nagyon jó boxoló, tehetséges gyerek. Az iskolában gondok voltak vele. Anyuka fölvette az osztályfőnökkel való telefonbeszélgetést, elküldte nekem, ugye a tanulmányi eredmény, meg maga a magatartása, és anyukával megbeszéltük, hogy eltiltjuk a gyereket a hétvégi versenytől. Ez mélyen is érintette a gyereket, és így gondolkodtunk, beszélgettünk anyukával, hogy mert utána megint rossz volt a gyerek, és gondolkodtunk, hogy eltiltjuk attól, amiben jó, amit szeret csinálni, ami számára pozitív, nem biztos, hogy jót teszünk ezzel, úgyhogy megbeszéltük a Bálinttal, hogy ha hoz ezen a héten jó jegyet, és nem lesz rá panasz, akkor hétvégén mégiscsak eljöhet velünk erre az erdélyi versenyre. És hozott biológiából egy 4-est vagy 5-öst, angolból egy 5-öst, meg még valamiből. Tehát összekapta magát, igen. Beszélt az osztályfőnökkel is, mondta az osztályfőnök neki, hogy akkor jövő héttől tiszta lappal indul, meg ilyenek. Tehát, hogy egy kicsit ilyen, és pont azzal, hogy ugye eltiltottuk, ugyanolyan rossz maradt, megengedtük neki, hogy pedig megkérdeztem több mindenkit, hogy ugye a következetességgel, a gyereknevelésnek következetesnek lenni. De most úgy láttuk jónak az anyukával, hogy lehet, hogy azt kéne, hogy elengedjük a gyereket. Mert megyünk ma este valami, ez a profi gála, oda is elmegyünk. Szeretném ezt nekik ajándékba adni, mert Tóth Adris ugye harmadik lett a magyar bajnokságon, ő is ott van az edzéseken. És így ezeket a gyerekeket szeretném elvinni a profi gálára, és utána meg ki Erdélybe a versenyre. Szóval akkor végül is lehet így a nevelést is beleiktatni a sportba. Igen. Még egy kicsit visszatérnék arra, hogy ugye amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor olvastam, hogy király kategóriában plusz 91 kg legnehezebb, legnépesebb súlycsoport. Ez mit jelent más, akkor ezek szerint nyilván a nehéz súlyra felkészülni, mint mondjuk egy könnyebb kategóriára? Hát nyilvánvaló teljesen más egy 60 kilós boxoló, meg teljesen más egy 90, tehát a felkészülésük is más. A Peti nagyon sokszor egyedül edz, tehát hónapokig egyedül végez dolgokat, mert tehát egy nehéz súlyú boxoló teljesen más, sokkal érzékenyebb, mint egy könnyű súlyú. Teljesen más neki a fizikai adottsága, teljesen más a mozgáskultúrája, ugye magas is, erős is. Tehát ő neki erre az ágyra is lefeküdni sokkal másabb, mint nekünk, mert ő nagyon nagy, erős, nehéz. Tehát ő neki más a az is más, hogy szembeállunk egymással, te megütsz engem, én megütlek téged, egy kis, aránylag kis ütés. Tehát ő nagyon nagyot üt, és nagyon nagyot is ütnek neki. Tehát, hogy
kicsit azért félősebb is a nehéz súly. Hát egy kicsit speciálisabb a felkészülése egy nehéz súlyú versenyzőnek. És akkor nyilván ilyenkor más edzésterv van, mint mondjuk, amikor könnyebb kategóriába persze, tartozó versenyzőkben is más a kifutási idő. Ez a magyar bajnokságra úgy is alakult, hogy a kisebb súlycsoportokban sokkal kevesebben is voltak. Tehát mint volt olyan súlycsoport például 60 kilóba, hogy 5-en voltak csak. Meg így az átlag az ez a 6-7 versenyző volt súlyonként, a Peti súlyában 13-an voltak. Ez azért sokkal. Tehát, hogy minden nap boxolnia kellett. Ez nagyobb kihívás, nem? Azért igen, igen. Hát jobb is, sokkal nagyobb az eredménye annak, hogyha minél többet boxol valaki, vagy minél többet tesz egy eredményért, annál édesebb, annál jobb, szerintem. És oda kell figyelni itt egyébként mondjuk a súlyra, hogy hány kilót mutat a mérleg, nehogy kicsúszszál, nehogy fölmenjél, vagy ez ennél a kategóriánál már nem így van? A Petinél nem, plusz 91, 91 kiló 20 dekával, vagy 10 dekával, ő már boxolhat 130 kilóra. Hát minden ellenfele nagyobb volt a súlyban, magasságban nem, de súlyban 130 kilós volt a döntőbeni ellenfele. Szerintem a Tóth Gábor is elég nagy volt. Viszont az első nap, akivel boxoltam, az első az napi, az ilyen 90-valahány kiló volt, 100 körüli az első napi versenyző. Te is 130-ról indultál, jól emlékszem? Igen. És akkor a mozgás alakult át izommá, vagy hogy történt? Vagy előtte is te izmos, jó kondiban lévő fiatalember voltál, vagy nem? Én nagyon gyenge voltam, nagyon kövér, de aztán én le is mentem 91 kilóba eleinte, ott boxoltam. Aztán 91-ben boxolt. Igen, aztán visszajöttem szuper nehéz súlyban, mert megbeszéltük az Arnolddal, hogy erősítek, és akkor legalább ebben a súlyban jól érzem magam, nem kell fogyasztanom, mert nagyot ütnek 91 kilóba, nagyot ütnek plusz 91 kilóba, úgyhogy igazából mindegy is volt. És most igazából 103 kiló vagyok, és azzal is mérlegeltem. Mi volt az, ami annak idején elvitt a terembe? Ugye említette Arnold is, hogy későn kezdtél el boxolni. Hogyan jött a box a gondolata, hogy most akkor nekiállok boxolni? Hát igazából a gondolat az a kézilabda volt. Egy régi osztálytársamat kértem meg, hogy vigyen el edzésre, de aztán ez valamiért elmaradt, és egy másik egy akkoriban osztálytársam mondta, hogy menjek el edzeni, találkozunk a pályaudon, és akkor együtt bemegyünk. És én azonnal ugrottam is, mentem vele edzeni, és első nap már bele is szerettem a bunyóba. És ennyi. Könnyen ott ragadnak nálatok? Igen. Szerencsére nagyon nagy a tag létszámunk, tehát rengetegen vannak. És hogyha valaki abba is hagyja, mert elmegy valami más sportra, főleg a gyerekeknél én javaslom is, hogy azért oké, hogy lejönnek boxolni, de próbáljanak ki, menjenek el atlétikázni, úszni, focizni. Tehát bármilyen más sportra, kézilabda például nagyon jó sport, menjenek el más sportra és próbálják ki, hogy a gyerek azért fedezze fel, hogy miben jó, mert lehet, hogy nem a boxban jó, és nem ott találja meg a sikerességét, vagy a boldogságát. Gyerekkor amúgy is arra való, hogy mindent felfedezni, mindent megtudni, hogy mi hogy működik, feszegetni a szülők, tanárok és az edzőknek a határait. Tehát ez a gyerekeknek a dolga. Úgyhogy én szoktam javasolni, hogy menjenek el más sportra is. De sokan visszatérnek, mert én szerintem jó a hangulat, jó a társaság, a gyerekek szeretik egymást. Nyilván arra is nevelem, hogy soha ne cikizzék egymást, bárkinek bármilyen problémája van, ne az legyen, hogy kicikizzük, hogy ha te ilyen vagy te olyan vagy, hanem próbáljuk megérteni, próbáljunk segíteni neki, beszélgessünk egymással. Edzésen nyilvánvalóan nem edzésen, de edzés után találkozzanak egymással, menjenek el valahova beszélgetni. Szoktunk ilyen programokat is szervezni, hogy vagy csak hétvégén bemegyünk mindannyian a terembe, vagy közösen elmenni valahova. Tehát szoktunk ilyeneket, hogy egymást megismerjék jobban a gyerekek. Ilyenkor év végén azért van egy kicsi lehetőségünk arra, hogy itt a műsor végén egy kicsit előre is nézzünk. Te mit tervezni, vagy mire számítasz a klub életében, mit hoz majd a 2019-es esztendő? Hát a jövő esztendőben úgy gondolom, hogy már nemzetközi sikereink is akár lehetnek. Ugye a Balogh Bálint, akit az imént említettem, ő már fizikailag is és mentálisan is elég érett arra, hogy nemzetközibe boxoljon, LBV-be vagy akármi. Van a Nagy Evelin, aki ugye magyar bajnok is lett idén. Őnek is a legnehezebb súlycsoportja volt, őnála is a legtöbben voltak, ő hármat boxolt ahhoz, hogy megnyerje a magyar bajnokságot.
Ő az, akit úgy gondolom, hogy nemzetközibe lehet. A Tóth Adrián, ő másodéves serdülő, idén harmadik volt, de ő is nagyon jó képességű, nagyon intelligens. Tehát az Adri is nagyon borzasztó, intelligens boxoló. Az iskolában is jó tanuló, és intelligensnek is nagyon intelligens boxoló a ringben is, meg edzésen is úgy csinálja dolgokat. Tehát úgy gondolom, hogy jövőre már nemzetközi eredményeink is lehetnek. Ha szerencsénk is van, ha úgy jönnek össze a dolgok, akkor gondolom. De egyébként nem is élezem ki ezekre az eredményekre. Érezzük jól magunkat, csináljuk a bunyót, és az jön magától úgyis. Tehát a tehetség utat tör magának. Én így gondolom legalábbis. És te mire számítasz? Hát én még egyelőre nem gondoltam. Hát legyenek meg a vizsgák. Legyenek meg a vizsgák. Igen, az az elsődleges. Oké, szuper. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, fehérvári beszélgetésekkel természetesen holnap is várjuk majd Önöket itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!